több ezren érkeztek Európa különböző részeiről Bieszko Bialába. A lengyel város 14. alkalommal tartotta meg a Partnervárosok Fesztiválja elnevezésű rendezvényét. Az eseményen azok a városok delegációi képviseltették magukat, akik partnervárosi kapcsolatban állnak Bieszko Bialával. A célja az volt, hogy mindenki bemutathassa saját területének kultúráját, közelebb kerüljenek egymáshoz és újabb együttműködések szülessenek. A rendezvény egyik főszereplője Nyíregyháza volt, ünnepélyes keretek között aláírták a partnervárosi együttműködést a két város között. Idén 14. alkalommal rendeztük meg a Partnervárosok Fesztiválját, melyen a neve is mutatja, Bieszko Biala partnervárosainak képviselői, kulturális együttesei, egyesületei kapnak meghívást. Idén a vendégek között mondhatjuk cseh, szlovák, osztrák, német, magyar testvérvárosaink képviselőjét, ebben most már Nyíregyháza és Románia és Ukrajna képviselőjét, tehát a partnervárosi körnek majdnem teljes palettája részt vesz ezen a fesztiválon. Alapvetően általában egy-egy partnerváros egy együttest szokott delegálni, de most például tudok róla, hogy vannak olyan városok, akik két kulturális csoporttal jelentek meg a rendezvényen. Két nap, pénteken és szombaton 17-től gyakorlatilag 22-23 óráig a főtér színpadán egymás követően lépnek színpadra az együttesek. Nyilvánvalóan a hosszú műsoridőből is látszik, hogy ez számos együttesnek a műsorát jelenti. Mi a célja ennek az eseménynek? Miért szervezünk meg sokadjára is? Alapvetően minden városnak, városvezetésnek célja, hogy a területén működő együtteseket ezáltal a saját területének kultúráját bemutassa külföldi partnerei felé, egyben megismerje külföldi partnerei kultúráját. Ezek az együttesek nagyon gyakran egymás rendezvényeire utaznak, ezáltal kerül bemutatásra a lengyel népi kultúra külföldön, és ezáltal ismeri meg a helyi közönség a partner városok kultúráját. Hány napos ez a fesztivál, és mit csinálnak az ideérkezők ilyenkor? Az ideérkező csoportok azon túlmenően, ahogy az előbb említette, hogy pénteken és szombaton egy 5-6 órás műsorban vesznek részt, és abban lépnek fel. Az itt tartózkodásuk ideje alatt pedig megismerik Bieszko Bialát. A város különleges fekvéséből adódóan, ami azt jelenti, hogy a legmélyebb pontja 220 méterrel tengerszint fölött van, a legmagasabb pontja 1117 méteren. Elég nagyok a tengerszint feletti magassági különbségek, hegyekbe mennek, kirándulnak, különböző kulturális létesítményeket látogatnak meg, röviden ismerkednek a várossal. A város vezetői már évekkel ezelőtt megkezdték a tárgyalásokat, beszélgetéseket arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne ezt a kapcsolatot az informális mezőből, ugye a hivatalos térbe áttenni. A korábbi évek együttműködései és sikeres projektjei alapján döntöttek úgy, hogy Nyíregyházával ezt a kapcsolatot erre a rangra emelik. A cél az pedig az, hogy a városi vezetők segítségével, a város pénze segítségével minél szélesebb körben lehetővé tegyék a város lakosságának, civil szervezeteinek, tömegsport szervezeteinek és egyéb társadalmi csoportjainak, hogy egymáshoz utazhassanak, egymást megismerhessék, egymás kultúrájával megismerkedjenek. Háromszor voltam már Nyíregyházán, kétszer magánemberként, egyszer pedig múlt hónapban 18-án, amikor a szándéknyilatkozatot volt szerencsém nekem aláírni. A jövőre nézve csak annyit tudok mondani, hogy mivel a város gyönyörű, nagyon szép, nagyon tetszik nekem, független attól, hogy itt a közgyűlésben, a városházán funkcióban leszek, vagy nem, de hogy Nyíregyházát rendszeresen látogatni fogom, az biztos.
megtörtént a partnervárosi együttműködésnek az aláírása. Miért fontos ez Nyíregyháza szempontjából? Ez egy érdekes kapcsolatfelvétel volt, hiszen mind Nyíregyházának volt már lengyel testvérvár, a Zsesóbb, mind Bielszkó-Bielának Szolnok. Nagybányán találkoztunk, és ahogy mondtam is a beszédemben, ez nem csak a magyar-lengyel barátság egy nagyon szép példája, ami a két város között kialakult, hanem a partnervárosi kapcsolatokat is erősíti. És hát úgy jutottunk el oda az első ilyen megismerésig, érzésekig, hogy érzésektől, hogy van mögöttünk több éves együttműködés. Tulajdonképpen ezt az együttműködést rögzíti most ez a szerződés, meg ennek a továbbvitelét, egy erős elkötelezettséget, amit itt tapasztaltam Bielszkó-Biela részéről, és a mi részünkről is fennáll. És hát azért is fontos, mert a két város között már nem csak, hogy látogatások voltak, nem csak a városvezetőkre gondolok, épp előbeszéltem a sportvezetővel, aki már volt nálunk, szervezik a sportcentrummal a közös dolgokat, hanem voltak már iskolák, polgármester úr, alpolgármester urak, a közgyűlés elnöke elmondta nekem, hogy privát nyaralása volt nálunk, és már ki is próbált a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárutat. Tehát nagyon közösek az érdeklődésünk, az adottságaink, és az a kapcsolat, ami évszázadosan magyarokat, lengyeleket összefűzi. És én azt remélem, hogy ez eljut majd egyre több területig. Kezdtük a turisztikával, kultúra, sport, oktatás, szeretnénk a gazdasági szféráig is eljutni, és a társadalom szempontjából is minden réteget beleértve, a diákoktól a nyugdíjasokig. A szerződésünk kiemeli azt, hogy a város, úgy gondoljuk, hogy a két város között együttműködésnek nagy jövője van, ehhez viszont az kell, hogy a fiatalokra építsünk, tehát kiemelten kezeljük a különböző diákcseréket, iskolák között együttműködés, felvetettem, amit Zsesóbban kipróbáltunk, jól működik, hogyha van egy közös nyelv. Itt is vannak nyelvtagozatos osztályok, akár angol, német, francia, nálunk is, lehet érdemes ezzel kezdeni. Úgyhogy itt most tegnap, ma sok mindenről tudtunk beszélni, és felvázoltuk azt, hogy hogyan tovább. Tulajdonképpen ez egy közbenső, de nagyon fontos közbenső állomás, mert a két város közötti kapcsolatok önmaguktól már saját pályájukon mennek, viszont egy ilyen megállapodás nyilván egy biztos hátteret is ad, és egy erős ösztönzést a jövőre nézve. Tulajdonképpen ez történt ma. Ugye ez egy nemzetközi fesztivál, és több országból is érkeztek ide. Sikerült-e esetleg valakivel bármilyen kapcsolatot kialakítanunk, barátkoznunk, ismerkednünk, ajánlani Nyíregyházát? Természetesen a wolfsburgi polgármester úrral tudtam beszélni a mostani aláírás ünnepség előtt, hiszen ők is itt vannak, adtak egy külön koncertet. Ez, én azt remélem, hogy bekerültünk ebbe a körbe. Nyilván Bielszkó-Bialával két oldalú kapcsolatokat erősítjük, de nekik 12 partnervárosunk van. Fel is vetettem, hogy közös pályázatoknál, amiket mi már elindítottunk 3 éve, közvetlen brüsszeli vagy a V4 országoknál V4-es pályázathoz partnereket jelentenek majd, és remélhetőleg Nyíregyháza is ilyen kívánatos partner lesz. Az elmúlt évek azt mutatják, hogy ennek van értelme, van esélye, hiszen a nemzeti forrásokon kívül közvetlen pályázati kiírások vannak Brüsszelben, ami nem csak a határon túli kapcsolatokat jelenti, hanem sok ország közötti kapcsolatot, a szociális területről, a környezetvédelem, a Smart City, az most nagyon sláger, digitális fejlesztések, és én azt remélem, hogy ezzel a partnervárosi megállapodással ilyen pályázatokhoz, Bielszkó-Bialán kívül is új partnereket tudunk nyerni. Hogy érzi magát polgármester úr Lengyelországban? Lengyelországban mindig jól érzem magam, hiszen Lengyelországban magyarként nagyon jó jönni. Kicsit feszített a program, természetesen, ahogy az szokott lenni, de ezzel együtt eredményes is. Hát én meg ezért jöttem, én most nem magánutam vagyok. Hey! Hogyan
kapcsolódik a kultúra ehhez a mai látogatáshoz. Ugye az Igrice pontosan 3 órakor lépett fel a régi városban, az óvárosban, egy Bielszkó Bialában, de ugye már Nyíregyháza 3. éve van jelen igazából a partnervárosi fesztiválokon. 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt kaptunk egy meghívást tőlük, de ahogy itt elhangzott, ugye Nagybányán kezdődött a mi kapcsolatunk, a kultúra pedig a legkönnyebb dolog, mivel nemzetközi nyelv, hogy egymást megismerjük, mert nyilvánvaló az is, hogy a lengyel-magyar barátság miatt ez nálunk ez könnyen ment. Nagy terveink vannak velük, mert ez egy olyan impresszív emberekből álló közösség, kezdve a polgármesterüktől, egészen azokig a munkatársakig, akik velünk igazából kapcsolatban vannak, ami kulturálisan, sport szempontból, de szerintem az élet sok területén egy előremutató, hosszú távú kapcsolatot fog eredményezni. Úgy hallottam, hogy a lengyelek nagyon szeretik a magyarokat, ez tényleg így van? Igen, ez tényleg így van. A protokollon túl, hogyha erről lehet itt beszélni, hogyha nem nyakkendőben és öltönyben van az ember, hanem csak egy egyszerű hétköznapi viseletben, nagyon jó hangulatú beszélgetések szoktak zajlani, amelyben sokszor szeretet kap a közös történelem, a közös múlt is, meg hát egyszerűen egymás társaságának az élvezése vagy kedvelése, és ez nem feltétlenül kell pince, nem feltétlenül kell hozzá más hangulat, hanem egyszerűen, hogyha az ember beszél velük, akkor azt tapasztalja, hogy minket, magyarokat itt nagyon szeretnek. Kicsit gondolom bepillantást kaphatatok a lengyel kultúrában, mennyire különbözik ez a magyartól? Ez teljesen, ez itt Szilézia már, ott van egy kis német beütése. Meg, hogyha a városban szétnéz valaki, akkor láthatja, hogy osztrák magyar monarchiás. Tehát a bizonyos részei nagyon hasonlítanak Magyarországon, magyar monarchia idején épült városaihoz, de Budapest néhány részéhez is. Tehát itt a kultúra és ez a közös múlt, ez meghatározza az embernek a tudatát. Az itteni lengyelek szerintem kicsit másabbak, mint a más régiókban, pontosan emiatt a kicsit vegyes múltjuk miatt, de ez számunkra csak könnyebbséget jelent. Mivel készült Nyíregyháza most ide Bielszkó Bialába? Ez már a 3. alkalom, hogy megjelenünk a Partnervárosok Fesztiválján, és nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen ismernek minket. Ezért hoztunk újdonságokat is, például az idei csomagajánlatokat. Azoktól a szállásadóktól, azoktól a szálláshelyektől, akikkel mi partnerként együttműködünk, illetve új elemként elhoztuk az állatparknak a fehér tigrisét. Ugye tavaly előtt az oroszlán járt itt Bielszkó Bialában, és egy kicsit megújuljunk, ezért most egy újabb állattal kedveskedtünk az itt élő gyerekeknek, akik nagyon szívesen fotózkodnak a fehér tigrissel. Illetve hoztunk újdonságként egy nyíregyházi fotófalat, amely szintén először amelyet szintén itt először állítottunk fel a standunk mellett, és természetesen elhoztuk azokat a prospektusokat és kínálókat, azokat az információs anyagokat, amelyek lengyel nyelven mutatják be Nyíregyházának és a környéknek, Nyírségnek az attrakcióit, a vonzerőit, a látnivalóit. És a fotófalon mi található? Fotófalon, mivel a fő célcsoport az a család, ezért egy család nyíregyházi környezetben, ugye Nyíregyháza felirattal, és anyuka, apuka, gyerekek bedughatják a fejüket, és egy örök emlék tulajdonképpen ugye fel lehet tenni Facebookra, a különböző közösségi oldalakra, sőt, most legutoljára, ahol voltunk, még a saját házi kedvencel, egy kutyával is lefotózkodott egy család. Mennyire jellemző az, hogy a lengyelek is szeretnek Nyíregyházára járni? Azért Sóstón lehet látni lengyel autókat, lengyel turisták. Azt szeretnénk, hogy egyre szélesebb körben megismerjenek bennünket itt Lengyelországban. Ugye Rzeszów, Krakó és ezen városok vonzás körzetéből már elég sokan hallottak rólunk. Bielszkó Bialát pedig most a 3. éve építjük, mert azt gondoljuk, hogy ez is egy nagyon fontos küldőpiac, több mint 170 ezer lakosú város, és keresik a fürdőket, a jó minőségű fürdőket, az állatpark pedig egy kiegészítő attrakció a lengyelek számára. És mennyire jellemző, hogy a magyarok szívesen jönnek Lengyelországba?
Reméljük, hogy egyre többen felfedezik, hiszen mi magunk nagyon-nagyon pozitív élményekkel és véleménnyel vagyunk itt a lengyel turisztikai lehetőségekről, egy kicsit szakmai szemmel nézve. Természetesen most a partnervárosi szerződés aláírása kapcsán próbáljuk kölcsönösen segíteni egymást, tehát Bielszko Bialának is felajánlottuk, és szeretnénk megadni a lehetőségét annak, hogy az ő városukat is minél többen megismerjék Nyíregyházán, ezért az ő turisztikai szakembereiket, illetve képviselőiket mi is meghívjuk a városba, illetve jártak is már nálunk, hívtunk újságírókat, médiaképviselőket, akik nyilván kölcsönösen tapasztalatot cserélnek, és hát reméljük, hogy minél többen a lakosság részéről is bekapcsolódnak majd ebbe a kapcsolatba.